Már csak napok kérdése, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet végső vereséget szenvedjen Szíriában és Irakban. Ezt az amerikai elnök jelentette ki a terrorellenes nemzetközi koalíció értekezletén Washingtonban. Thank you very much, Mike, and you are doing a spectacular job. Donald Trump úgy fogalmazott, hogy az amerikai hadsereg, koalíciós partnerei és a szíriai demokratikus erők felszabadítottak minden olyan területet, amelyet korábban az Iszlám Állam terrorszervezet ellenőrzött, Szíriában és Irakban. Ezt majd be is kell jelenteniük, valószínűleg a jövő héttől lesz hivatalos, hogy a kalifátust 100%-ban visszafoglalták. Donald Trump jókora zavart keltett pár hete a nemzetközi diplomáciában és a szíriai frontvonalban is, amikor kivonta az amerikai csapatokat Szíriából. A nemzetközi koalíció zöme szerint ugyanis korán sem állnak olyan jól a dzsihadisták elleni küzdelemben. Az amerikai külügyminiszter szerint új korszak kezdődik, amelyben a helyi erők és az információcsere játsszák majd a főszerepet, hiszen ezt a harcot nem csak fegyverrel lehet vezetni, magyarázta Mike Pompeo, vagyis Donald Trump bejelentése nem jelenti azt, hogy kiszállnak a küzdelemből. Nagyon is folytatják a harcot szövetségeseik oldalán. A terrorellenes nemzetközi koalíciót még Barack Obama szervezte meg 2014 őszén, miután az Iszlám Állam terrorszervezet hadjárata elérte Irak északnyugati részét, és feldúlta a jazidik lakta Szindzsárt és környékét.